Sziasztok! 2024-ben is folytatjuk a sportfogadás.org-nak a podcast rovatát, és igazából ott, ahol annó tavalyi évben abba hagytuk, jön a Ferencváros, miután a Ferencváros tovább jutott a csoportjából, a Konferencia Ligában, és jön majd az Olimpiákhoz, ami még kiesett az Európa Ligából, és ennek következtében a kettő csapat majd február 15-én össze fog csapni a Konferencia Liga első kieséses körében. És Robi, most veled fogjuk ezt átbeszélni. Igazából talán kezdjük is onnan, hogy mennyire tartott szerencsésnek ezt a sorsolást a Ferencváros szempontjából. Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat így 2024-ben első alkalommal. Hát igazából megmondom őszintén, nem érzem sem szerencsésnek, sem szerencsétlennek. Én amondó vagyok, hogy egyébként szerintem ez a görög csapat a jelenlegi Ferencváros szempontjából egy verhető ellenfél, járhattunk volna sokkal rosszabbul is szerintem. Nem tartom kifejezetten nehezebb diónak, mint mondjuk a csoportmeccsek során a Fiorentinát vagy éppen a Genket. Én amondó vagyok, hogy szerintem ez egy igazi kiki párharc lesz itt. Nekik is van esélyük, de én egyébként valamire azt gondolom, hogy reális cél lehet itt a Ferencvárosnak, hogy elcsípjük a nyolcad döntőt. Meglátjuk, nem érzek negatív előérzetet egyáltalán, kicsit pozitív hangulatban várom ezt a csütörtöki összecsapást. Jó, és akkor folytassuk is innen, hogy miért érzed annyira pozitívnak ezt az Olimpiakhoz elleni meccset, csak nem azért, mert az Olimpiakhoz éppen edzőt váltott. Hát megmondom őszintén, én annyira a görög focit nem követem. Kb. Tudom, hogy ott az AEK Athén, a Panathinaikos, meg az Olympiakos trió, ugye a leghíresebb hármas együttesük. De hát ugye most ugye a Ferencvárosnak az útjába kerültek, azért szembefutok én is hírekkel, hiszen ugye a magyar hazai sajtó is azért előszeretettel cikkezik így a meccs előestéin a görögökről, és hát ugye én is tőled is, illetve hát a magyar sajtóból is értesültem, hogy itt egy edzőváltás volt. Igazából fogalmam sincs, hogy miért jött ez. Pontosabban sejtem, mert hát megnéztem az eredményeket, azt láthatom, hogy bajnokságban jelen pillanatban negyedikek, ugye az Európa Ligában nem sikerült a továbbjutás, a West Ham, illetve a Freiburg egyaránt megelőzte őket, továbbá, ahogy nézem, a bajnokságban szinte minden egyes neves ellenfél, rivális ellen rendre vereséget szenvedtek. Tehát úgy érzem, hogy van annyira patinás, illetve komoly múltú ez a klub, hogy mindezt ne tűrjék el a klub vezetésében, és hát igazából ez egy kétélű dolog, hogy most cseréltek éppen edzőt. Nem örülök neki, mert hát ugye ezt tudjuk, aki sűrűn követi itt a sporteseményeket, főleg a fogadás terén, hogy egy edzőváltásban mindig ott van a rizikó a rivális csapatoknál. Könnyen lehetséges az, hogy egy új trénerrel, nem tudom, hogy neveztek-e már ki trénert, én úgy tudom, hogy még nem, de majd javíts ki esetleg igen. Benne van az, hogy hirtelen feltámadnak, még magasabb fokozatba kapcsolnak, hiszen a játékosok ugye az új edzőnek is bizonyítani akarnak, hogy velük lehet számolni, helyük legyen a keretben. Ugyanakkor lehetséges az, hogy egy ilyen fontos meccs előtt, hogy a vezetés megbolygatta a szakmai stábot, akár abból még jól jöhet ki a Fradi. Tehát sokkal-sokkal nehezebb dolgunk van így az erőviszonyok megállapításában. Egy új trénernél nem tudjuk, hogy esetleg milyen taktikát részesíthet előnyben, úgyhogy gyakorlatilag bizonytalan ez a helyzet, nem tudom, te hogy vagy ezzel. Hát ugye tegyük hozzá itt most a hallgatóknak, ugye, hogy pénteken veszük ezt fel, ugye mai hír ugye hivatalosan, hogy kirúgták az edzőt, tehát most még nem tudjuk pontosan, hogy ki fogja átvenni helyette, lehet, hogy ameddigre a podcast kikerül, addigra már ugye ez hivatalos lesz. Én azért azt gondolom azt, hogy most az edző decemberben nevezték ki, tehát ez azért nem normális, hogy egy edzőt két-három hónap munka után valaki levált. Nem látom ennek most igazából a pozitív hozadékát ilyen rövid idő után edzőt váltani, és ugye ez nem az első ilyen alkalom, tehát itt egymásnak adták kb. A kilincset az edzők. Szerinted ennek lehet pozitív hozadéka, egy csapatnak sem jó az, hogyha két-három havonta leváltatják az edzőt. Tehát hogyha azt mondtam volna, hogyha most egy hosszú időszak ért volna véget, ugye most nézzük egy példát, az Újpestnél is most a héten volt edzőváltás,
ott látom azt, hogy ott a csapat ebben az évben is teljesen új tulajdonos érkezik, és látszik az, hogy Vinyemics mögül kihátráltak igazából a szurkolók, meg kicsit a játékosok is. Ott szerintem egy edzőváltás adhat a csapatnak pozitív egy hullámot, és az az eredményekben akár pozitív irányba is mehet. Itt az Olympiakosznál kicsit ezt ilyen kapkodásnak érzem, hogy akkor jó, gyorsan most még váltsunk edzőt, úgyhogy igazából a lehetőséget sem adtuk meg neki. Szóval szerinted mi lehet ennek a pozitív hozadéka, hogy akkor most hirtelen most az egy éven belül a hatodik edzőnél, akkor most azt mondják a játékosoknál, akkor mostanában normális oda tesszük magunkat? Hát mindezek tudatában egyértelműen nem. Egyébként nem kell messzire menni, ha már itt éltél egy Újpest példával, hát mondjuk még talán sarkosabb példa, és ez hozzá lehet rendelni, mondjuk a Kisvárda esetét, akik idén már nem tudom hanyadik edzőjét fogyasztják. Jó, még Feckó Tamás, azt hiszem a negyedik talán ebben a szezonban. És hát ha ebből indulunk ki, ott sem volt igazán pozitív hozadéka, hiszen látható, hogy most is vereséget vereségre halmoznak. Bár azért tényleg kemény egy Olympiakoszt összehasonlítani a Kisvárdával, viszont a jelenség az szerintem ideillik, úgyhogy azt mondom, igazából mindenek, én nem tudtam egyébként, megmondom őszintén, hogy mindössze decemberben nevezték ki ezt az edzőt a görög csapat élére, úgyhogy ez nekem is egy új információ volt, hát mindezek tudatában egyértelműen így arra felé mozdulok el, hogy ez a Ferencvárosnak akár egy pozitív hozadéka is lehet itt az LKL párharc előtt. Jó, és akkor kicsit térjünk el a Ferencvárosra, mert ott meg azért az ősz végéhez képest nagy változások mentek végbe. A csapat, hát mondjuk így, hogy ki tudta magát pihenni a téli szünetbe, és hogy azért egy másik arcát mutatja most a bajnokságban. Nem mellékesen Varga Barna visszatért, és a héten már rugott gyorsan 4 gólt. Hogy látod, hogy tényleg ez a őszi fáradtságot ki tudta pihenni a Ferencváros, hogy akkor most új út erővel fognak itt belevágni majd a kettős terhelésbe, ami igazából hármas, mert ugye most még a Magyar Kupában is állnak. Én abszolút így gondolom, igen, aki esetleg már nézte a sportfogadás.org főoldalán, itt a Debrecen előtti hétvégi meccs kapcsán írtam is, hogy én abszolút így látom egyébként, hogy az ősz második felére jellemző vergődés, amit produkáltak, az most úgy tűnik, hogy nem is Stankovic dilettantizmusa lenne, mert ugye felmerült ez is, hogy Máté Csabával mennyire hasított augusztusban a Ferencváros, aztán Stankovicsnak kipukkant a dió itt a mit tudom, november környékére, és gyakorlatilag a szerb edző az semmit nem tud. Hát igazából most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ahogy rajtolt 24-ben a Fradi, hogy sokkal inkább jogszerű magyarázat az, hogy tényleg el voltak fáradva a srácok, a sérülés hullám sem tett jót a csapatnak. Tényleg Varga Barna is, ahogy kiesett, az nagyon fájó volt a Ferencvárosnak. És hát igazából még úgy tűnik, hogy az új igazolásokkal akár még inkább lendületet is nyerhetnek. Nekem tetszett például Maiga középpályás játéka, szerintem egy jó kis láncszeme lehet ennek a Fradinak, hogyha tényleg beilleszkedik. Kodró esetében érdekes, nem tudom, mit várjak egyelőre a bosnyáktól, mennyire fog tudni ő is mondjuk úgy belendülni a Fradiban, mint Varga a Paks utáni átigazoláskor. De én nekem tetszik a Ferencváros, de tény, hogy hozzá kell tennünk, hogy egy Kisvárdával és egy MTK-val találkoztak, és azt talán te írtad itt az MTK meccsének beharangozójában is, hogy azért ez az MTK, mintha tartalék volt volna inkább, mint hogyha Horváth Dávidék elengedték volna ezt a Fradi elleni meccset, és sokkal inkább a Fehérvár elleni ütközetre készülnek hétvégére. Benne van a pakliban mindazonáltal, én azt mondom, hogy akármennyire is tartalékolt volna az MTK, itt a Fradinak jelenleg úgy néz ki, hogy a kipihent Ferencvárosnak óriási a dominanciája, és én nagyon bízom benne, hogy ez a nemzetközi szintéren is most érvényesülni fog, és épp ezért vagyok egy kicsit pozitív hangulatban itt az Olympiakosz elleni meccsen, mert úgy érzem, hogy tudásbeli szinten én úgy, ha nem is vagyunk erősebbek a görögöknél, de azért közelítünk hozzájuk, és egy igazi kiki meccset vívhatunk. Nem tudom, te mennyire látod ezt pozitívan, hasonló attitűddel éled meg itt a Fradi szezon kezdetét, vagy teljesen másképp látod? Hasonló, erre majd mi visszatérünk itt, hogy akkor milyen esélyeket látunk a két csapattal kapcsolatban. Igazából szerintem helyzeti előnyben vannak azzal, hogy azért bármilyen furcsa, és ezt kimondani, most egy magyar csapatnál jobban hagyják az edzőt építkezni. Mert ugye itt azért mi is elég sokat beszéltünk a Ferencvárosról, mert ősszel is ugye beszéltünk arról, hogy azért Stankovistól is magas elvárások vannak, mennyire tudja azokat teljesíteni,
Ugye látjuk, hogy a bajnokságot még mindig nem tudják vezetni, mint ahogy említettem, ugye pénteken veszik fel, tehát így pénteken még nem vezetik, lehet, hogy hétfőre már ők lesznek az éllovasok. Tehát, hogy magasak az elvárások, de úgy látszik, hogy most még megkapja a bizalmat a Stankovics, és szerintem az év végéig, amúgy szezon végéig ki is fog igazából legalább tartani. Nyilván ehhez az kell, ugye, hogy itt az Olympiakos ellen is jól szerepeljen, és ugye a magyar bajnokságot is ugye meg kell nyerniük. Ez eléggé elvárás. És ehhez képest viszont azért az Olympiakoszt az otcok alapján én azt látom, hogy eléggé tolják. Tehát én is itt érzek egy kicsit ilyen visszasságot, mint hogyha itt az elmúlt hetekben ezt a kettő eredményességet, amit teljesen eltérő a két csapat érdekében, a Pukik most kicsit így lazán kezelnék, és szerintem pont ez az, amiben később majd fogunk értéket találni. Még mielőtt amúgy belemennénk a tippekbe, először is azt akartam tőle megkérdezni, hogy így milyen meccset vársz Görögországban. Tehát az, hogy a Ferencváros szerinted már ott is akár a kezdeményezés magához ragadhatja, vagy azt mondani, hogy Stankovicsék megpróbálja kihúzni nem vereséggel a görög meccset, és akkor utána a grupamában dönteni. Támadó focit várok mindkét oldalról. Nem hiszem, hogy jó taktika lenne a görögöknél arra, hogy teljesen beállunk, és akkor defenzíven megpróbálni arra menni, hogy a visszavágó majd itt a grupamában eldöntjük a továbbjutásnak a kérdését. Már pedig abból indulok ki, hogy az Olympiakos azért nemzetközi szintéren erős őszt produkált hazai pályán. Meg lehet nézni, hogy megverték például a West Ham Unitedot, ugye nem kell mondani, hogy ők tavaly ők nyerték meg a sorozatot. Gyakorlatilag a Topolyát azt agyonverték 5-2-re, és nem is tudom, hogy a Freiburggal mit játszottak, de az a lényeg, hogy nekik elsősorban otthon ment a szekér nagyon. Tehát ebből a szempontból nem is szabad szerintem nagyon kiindulni a görög bajnokság aktuális eredményeibe, mert hát ugye közhelynek számít az, hogy a nemzetközi kupaporon az egy teljesen más kávéház. Itt a bajnokságban bukdácsoló csapatok képesek hirtelen hétközben megtáltosodni, és jó váratlan eredményekkel előrukkolni itt ezeken az interkontinentális kupasorozatokban. Úgyhogy én azt mondom, hogy én azt a meccsképet várom, hogy nekünk fognak jönni. Tehát ők azt pontosan tudják, hogy hazai pályán, egy odavágón egy biztos előnyt kéne kiépítenük arra az esetre, hogy a visszavágón, ha netán bele is futnak egy vereségbe, azért ez a különbség kitartson, és nehogy véletlenül is hosszabbításra kerüljön sor, mert ott mentálisan, lélektanilag azért mindig a visszavágón a hazai csapatnál lehet az előny. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk fognak jönni, viszont én úgy gondolom, hogy Stankovics ezzel számolni fog, és ráadásul most azért érzem annyira stabilnak a Fradit, hogy a hátsó alakzatunk. Én nem mondom azt, nem várom azt, hogy hiba nélkül lehozzák ezt a meccset, sőt, szerintem benne lesz a hiba, de hát ugye Varga formájára azért elég erőteljesen alapozhatunk, már Kinyos is kipihent, úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért a Fradi van olyan erős, hogy felvegye ezt a kesztyűt idegenben, és én abszolút jó focit várok, tehát most valahogy azt érzem, hogy mind a két csapat elhiszi magáról, hogy itt azért van keresnivalója a továbbítást illetően, és nagyon bízom benne, hogy egy jó odavágót, egy izgalmas odavágót láthatunk, ennek pedig pláne örülnék, hogyha esetleg egy döntetlen, ne adj Isten, vagyis adj Isten, egy ferencvárosi vendégsikert láthatnánk. Jó, és hogyha ezeket a dolgokat, amiket most itt elsoroltunk, igazából tippekbe konvertálnánk, akkor hol látszom, hogy értéket? Na hát akkor menjünk rá itt, mit látunk, hát szűk egy héttel itt a meccs előtt. Hát igazából, ahogy már te is említetted, a kimenetes piacon azért szerintem egy kicsit irreális, hogy az Olympiakoszt ennyire tolják. Jelen pillanatban 1.90 körül mozog a görögöknek a győzelme, és 4.15-4.20 körül van a Ferencváros. Na hát szerintem ez egy picit abszurd tényező. Én szerintem egyébként ez az odds párosítás nem feltétlenül annak szól, hogy a bukik lazán kezelik ezt a párharcot, sokkal inkább annak, hogyha megnézzük az őszt és a nemzetközi kupaporondot, akkor itt az, ahogy mondtam, az Olympiakos otthon nagyon-nagyon jól szerepelt, míg a Ferencváros, azért lássuk be, hogy a Fiorentina elleni bravúros olaszországi döntetlent leszámítva a Genk otthonában és a Csukaricski otthonában is azért szenvedett. Tehát messze nem volt olyan stabil, mint mondjuk a Grupamában. Mindemellett ugye sok volt az X ebben a csoportban, tehát idegenben a Fradi egyedül a Csukaricskit tudta megverni 0-1-re. Úgyhogy én sokkal inkább azt látom, hogy ennek szól ez a nagy különbség,
És hát nagyon bízom benne, hogy a bukik azért ezt benézték, mert hát most ezért egy tavasz elején úgy tűnik, egy kipihent Fradival azért meg lehetne lovagolni ezt a bakit, mégpedig akár a dupla esélyes piacon, hát kettes szorzó körül kapjuk a Fradinak a döntetlenjét, illetve hogyha nyer esetleg. Én szerintem ez egy igen kecsegtető ajánlat lehet, de igazából nekem a legerősebb tippem nem a kimeneteles piacon volt, hanem a gólok piacára mentem rá. Igazából, hogyha megnézzük az Olympiakost, az eléggé adok-kapok csapat. Szép számmal estek a gólok mind az őszi nemzetközi meccseiken, mind pedig a bajnokságban, bár mondjuk most látom, hogy azért az erősebb csapatok ellen, Panathinaikos ellen nem nagyon tudtak gólt lőni, mindazonáltal én úgy érzem, hogy a Ferencvárosnak azért sajnos be fognak találni, ugyanakkor én a Fradi oldaláról is várok legalább egy találatot. Ennél fogva nekem 1.75 környéki szorzóna mindkét csapat gólt lő nagyon tetszik, és hát ebből fakadóan még akár egy over is leeshet itt a kettő és feles határon, ez pedig 1.83. Tehát igazából nekem minden ezen opciók, azt mondanám, hogy egységi tétekkel vállalhatóak lennének, úgyhogy valószínűleg ezek közül egyet be is fogok játszani, nekem jelen pillanatban mindkét csapat gólt lő tetszik a legjobban. Nem tudom, te mit néztél ki előzetesen, lett-e valamilyen tipped? Azt gondolom, hogy nem fogunk összeveszni itt a tippadáson ezúttal. Ugye mindketten láttuk azért a Ferencvárost ebben az évben. Az Olympiakoszt nyilván nem tudtuk követni úgy olyan szinten, hogy meccseket néztünk, de azért látjuk, hogy mi történik, és látjuk, hogy nem egy jó irányba megy a csapat. Igazából a gólos piacoddal egyetértek, és hogyha most az lenne, hogy most olyan tippet kell adnom, ami lezárul az első forduló végeztével, akkor azt mondanám, hogy a mindkét csapat szerez gólt, nekem is hasonló okokból szerintem van akkor a zavar az Olympiakosznál, hogy ezt a Ferencváros ki tudja használni majd. Azért is mondom ezt, mert most a támadó sorrendben van, tehát én azt gondolom, hogy hétvégén Varga Barna nem fog játszani, és a következő meccsen neki az Olympiakos ellenélesztést látjuk, hogy szerencsére a sérülés utána visszaszerezte a formáját. Én azt gondolom, hogy akár Varga Barnától is várhatunk egy találatot. Más oldalról viszont én amit tippet adnék, hogyha lehet olyat is, ami még a más, amin a visszavágón fog véget érni, akkor én azt gondolom, hogy én 50-50%-ot adnék a két csapatnak, ha nagyon döntem kéne, akkor inkább a Ferencvárosnak adnék egy kicsit többet, mert szeretem azt, akik konstans játszanak és kiegyensúlyozottak, és épp ezért szerintem abban van érték, hogy a Ferencváros jut tovább, miután most azért a bukik ott az Olympiákhoz preferálják, 1.70 és 1.80 között van az, hogy az Olympiákhoz jut tovább, 2-2-10 között az pedig, hogy a Ferencváros. Én azt gondolom, hogy itt a reális az lenne, hogyha mindkettő 1.80-1.90 környéken lenne. Így, mivel a Ferencváros fölötte van az én általam elvárt szorzónak, én igazából nekem ez a legbiztosabb tippem. Nyilván lehet, hogy az Olympiakos tovább fog jutni, de szerintem a Ferencváros továbbjutás szempontjából nem esélytelenebb, mint az Olympiakos, és épp ezért számomra ez a top number one tipp. Ugye, mint látodok, tehát akkor mindkét csapat szerez góllal egyetértek. Mit gondolsz, hogy mi lenne a reális adsz a kiút tovább piacon? Ugyanaz, amit te mondtál ebben a pár percben, hasonlóan látom, teljesen 50-50. Nem is nagyon húznám az időt ezzel, mert abszolút ugyanígy látom. Ez egy olyan podcast tényleg, amikor nem nagyon kell diskurálnunk itt, hogy ki hogy gondolja, mert abszolút egy véleményen vagyunk. Jó, hát akkor szerintem nézzük meg, amúgy gyorsan, hogy itt említettem még Varga Barnát, amúgy megnéztem azt, hogy szerez gólt 2.75, ami azért szerintem szintén elgondolkoztató, mert azért, hát nem tudom, Varga Barna játszik a Ferencvárosba, akkor általában mindig gólt szerez, tehát így a 2.75-ös piac szerintem még teljesen vállalható is. Még ez így az ilyen búcsúzkodó kérdés, hogy akkor szerinted is vállalható, nem? Az ő gólja ennyiért. Abszolút, abszolút. Nem is tudom, ő rúgja a 11-eseket a Fradiban mostanában? Hát jó kérdés, mert most még szerintem ebben az évben nem kaptak, és azért jöttek ide új érkezők is. Ezt meg kell nézni, de az sem lenne olyan távoli gondolat, hogyha ő rúgnál ott esetben. Jó, hát igazából ezt leszámítva van annyira gólerős akcióból, meg hát a feljátéka továbbra is parádés.
tehát az MTK ellen is, amit gyakorlatilag úgy odaugrott fel, ahova Damiennek a keze ért fel a kapusnak, tehát nagyon-nagyon jó látni egyébként, hogy ő ennyire pazar formában tért vissza, már csak a válogatott szempontjából is. Úgyhogy 2,75-ért én látok rá rációt, hogy érdemes egységnyi téttel, házat, asszonyt, kocsit nem tennék föl rá, de igazából botorság lenne talán azt mondani, hogy azt mondom, nem lő gólt. Én szerintem benne van a pakliba 2,75-ért. Jó kínálat ez így. Jó, oké, na hát akkor több tippünk is van, mint egy. A visszavágó előtt majd megnézzük, hogy ezek hogyan állnak. Reméljük, az első meccs jól sikerül, és mi pedig majd folytatjuk a másik meccsel. Az, hogy mi lesz a kiválasztott tippünk, azt pedig majd megtaláljátok a sportfogadás.org weboldalán. Addig is a meccsek is mindenkinek jó sportfogadást, meg meccsnézést. Sziasztok!